Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Pest megyei kormányhivatal. Folyamatos a 12-18 éves korosztály oltása és a harmadik vakcina beadása. Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Budakalászon is gondot okozott az éjszakai vihar. Kelemen László plébános. Szent István ünnepére készül a helyi katolikus plébánia is. Folyamatos a 12-18 éves korosztály oltása és a harmadik vakcinák beadása Pest megyében. Egész nyáron fogadják az oltóhelyek a fiatalokat, így továbbra is folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására. Így nem kell megvárni a tanév kezdetét, amikor az iskolában is lesz lehetőség az oltás felvételére. Ennek köszönhetően a magyar iskolákban nagyobb biztonságban kezdődhet meg az oktatás. Magyarország az elsők között tette lehetővé a 12 év feletti gyermekek oltását, ennek köszönhetően már 200 ezer 12-18 év közötti diákot regisztráltak oltásra, és 82%-uk már fel is vette azt. Szintén Európában elsőként tette elérhetővé Magyarország a harmadik oltás felvételét, amelyet a szakemberek elsősorban az idősebb korosztály és a legyengült immunrendszerű betegeknek, illetve krónikus betegségben szenvedők számára ajánlanak. A harmadik oltás révén megerősíthető az immunrendszer az új, agresszívan fertőző vírusmutánsokkal szemben is. Aki elmúlt 18 éves és második oltását már legalább 4 hónapja megkapta, a harmadik oltást a háziorvosoknál is kérheti, illetve a megyei oltópontokra is foglalhat időpontot a www.est.gov.hu oldalon. A szakértők szerint a harmadik oltás beadásának nincs semmilyen egészségügyi kockázata. Szent István király, az egyház és az államalapítás ünnepére készül az egész ország augusztus 20-án. Budakalászon, Szent István telepen lesz az ünnepélyes szentmise, valamint a városi ünnepség a nemzeti ünnepen. Az egyház és az államalapításra emlékezünk augusztus 20-án az ország születésnapján. Egy új keresztény állam született az első évezred fordulón Európa közepén, amikor a magyar nép fennmaradása volt a tét. Több mint 1000 év elteltével minden magyarországi településen megemlékeznek az első magyar királyról, Szent Istvánról, tetteiről augusztus 20-án. Az ünnep jelentőségéről megkérdeztük Kelemen László budakalászi plébánost is. Szent István király mind egyház, mind pedig államalapító, így ünnepeljük őt, így tekintünk rá. Nem csupán hazát adott nekünk, hanem a hazának megteremtette az értékeit is, így adott nekünk törvénykönyvet, és így mutatott példát a hitben. Ezért olyan fontos számunkra Szent István király ünnepe. Magyarországon számtalan templom, egyházmegye kéri nagyon is különösen Szent István királynak a közben járását. Énekeljük, hogy ahol vagy magyarok tündöklő csillaga. Persze mindenkinek van saját védőszentje, nagyon sok templomnak van búcsúnapja vagy más védőszentje. Nagyon közel áll népünkhöz a boldogságos Szűz Mária, de azért Szűz Máriát is nagyon sokszor azzal a szent koronával ábrázoljuk, amit Szent István király ajánlott föl Szűz Máriának. Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, Nagy Boldogasszony napját avatta ünneppé, akkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára. Szent István király ünnepének megtartásáról már az 1222-es aranybulla első pontja is rendelkezett. Biztos, hogy számtalan legenda kötődik úgy, hogy ő kolostorban volt, vagy templomban volt, éjszaka imádkozott, akár fiával, akár egyedül, valamint hát azért a Mária tisztelete megmutatkozik akkor, amikor hazánkat felajánlotta a boldogságos Szűz Máriának. Szent István napján az evangélium mindig a sziklára épített ház. Szent István királyban ezt a hűséget, ezt a kitartást, ezt a példaadást ünnepeljük. Persze ezt mindig lehet aktualizálni, akár legyen az a családkép, akár legyen az a lelkében való kitartás, a hűség a egyházhoz, pápához való ragaszkodás, amikor onnan kér koronát. Le lehet ezt fordítani nagyon sok mindenre. Azt gondolom, hogy minden évben fontos is, hogy megtaláljuk az aktualitását Szent István király ünnepének. Neked mi az? Nehéz erre a kérdésre amúgy mindig válaszolni, hisz nekem is mindig sokszor úgy este, 20-án, amikor elcsöndesedik minden,
akkor döbbenek rá, hogy igen, ez nekem idén most mit is jelentett, mint ünnep. Amikor most így készülődök az ünnepre, valahol nekem az, hogy István király nem kötött soha kompromisszumot, hanem amit ő fejbe vett, amit ő elhatározott, amit ő érzett, átgondolt, átimádkozott, biztos tanácsot is kér sokaktól, ahhoz itt abban nem volt, amit a kompromisszumként kötött volna, hanem kiállt mellette, és a kellett megharcolt érte. Fontos megállni az ünnepeken, fontos visszaemlékezni a történelmi eseményekre, azért is, hogy tanuljunk őseinktől. A budakalászi plébánostól azt is megkérdeztük, hogy a hétköznapi életben mit köszönhetünk első királyunknak. Például az, hogy össze tudunk jönni, hiszen azért a városalapítások, kolostorok, ahol az oktatásnak, a kultúrának a központjai lettek, akár a mezőgazdaság, a letelepítés, az ország kiépítésének az egysége, akár az országban a béke. Tehát azért, amikor a törzsek kibékültek, letelepedtek, közösen kezdtek gondolkodni, ez persze nem minden alatta indult, hanem már korábban is. Tudjuk, hogy ennek voltak vereségek, előzmények, meg ilyesmi, de azért szépen folyamatban volt, és azért Szent István király 38 éves uralkodása alatt azért ez nagyon szépen ment előre, akkor is, ha tudjuk, hogy élete után rögtön kitörtek azért kisebb-nagyobb lázadások, voltak békétlenségek Szent Gelértvér tanúságával együtt. Templomépítés szintén, legyen az embereknek hol együtt lenni, legyen hol ünnepelni, szakítsuk meg a munkát, jusson el egy kicsit hozzánk egy-két tanítás, egy-két dolog, nyissuk ki a szemünket, vegyük észre a körülöttünk levő rendet, helyezkedjünk bele Európába, a környező népeknek a tengerébe. Budakalászon reggel 8-kor lesz Szent Mise a Budai úti templomban, 10-kor pedig Szent István telepen lesz a búcsú Szent Mise, amiután a templomkertben lesz az önkormányzati műsor, megemlékezés, Petrás Mária fog énekelni, és utána lesz a polgármesternek a ünnepi beszéde. Augusztus végére készül el az idei búzából az első kenyér, ami szintén szimbólum az ország újjászületésének, mire minden időben megemlékeztek a magyarok a történelmi nehézségek közepette is. Szent István király ünnepe nemzetünknek mindig a terménybetakarítási hálaadás ünnep, megköszönjük a nyarat, diákok is lassan búcsúznak a nyártól, véget ért a mezőgazdasági nagy munka, véget ért az aratás, a új kenyérben hálát adunk a termésért, és azért, hogy Isten gondoskodott rólunk az új évben is a mindennapi kenyér által. A 2012. január 1-én hatályba lépett alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át. Ezen a napon rangos állami kitüntetéseket adományoznak. Ekkor adják át többek között a 2011-ben alapított Magyar Szent István rendet, a legmagasabb állami kitüntetést. Budakalászon augusztus 20-án a 10 órai szentmisével kezdődik az ünnepség. Budakalászon több helyen is gondot okozott a nagy erejű széllel érkező vihar. A részletekről Darázs Ágnes, a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívő helyettese számolt be televíziónknak. A vasárnapi vihar után megyei szinten 20 bejelentkezés érkezett hétfő reggelig, ami a tegnapi nap folyamán kiegészült, ugye az újabb hétfő éjszakai zivatar okozta károkkal, így további 40-45 helyszínre vonultak a tűzoltók. Szentendre és Budakalász térsége ebből körülbelül 10-15 beavatkozást tesz ki. Budakalászon a Sólyom utcába kellett beavatkozni, ahol egy fa az útra dőlt, ezzel elzárva azt. A Betlen Gábor utcában pedig egy fa törzse hasadt ketté, így az egyik ág erről egy lakókonténerre dőlt rá. A nap folyamán még várhatóak további bejelentések, leginkább Szentendre térségéből, ahol jelenleg is címről címre járnak a tűzoltók. Az esetek során az elmondható, hogy személyi sérülések nem történtek. A beavatkozó egységek a szentendrei hivatásos tűzoltók mellett pedig még a szentendrei önkéntes tűzoltók, valamint a pomázi önkormányzati tűzoltók, akik segítik a munkát. Tanárt keres a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézményben az utolsó simításokat végzik az őszi tanévkezdés előtt, addig még a betöltetlen posztra is szeretnének oktatót találni. Jubileumi tanévre készülnek a Kalász Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol a nyáron még több feladat várja az iskola vezetését.
Nem könnyű tanár találni az egyes betöltetlen helyekre, ahová több felületen is keresik a kollégát az intézmény vezetői. Nagyon fontos lenne, hogy szeptember 15-től találjunk egy, hát kiindulásként 3/4 állásos fuvolatanárt, de igazából meg tudjuk oldani úgy is, hogyha a kevésbé fontos tantárgyakat elvesszük, akkor egy félállásnyi tanítandó gyereknek keresünk gazdát. Tehát igazából 12 óra az, amit feltétlenül meg kell oldanunk, mert azon gyerekek vannak, és az ő főtárgyóráikat meg kell oldani. Optimális elvárás ott kezdődik a tankerület részéről, a munkáltató részéről, hogy legyen végzettsége, ugye legyen diplomája. Ez itt már nagyon nehéz ügy, úgyhogy innentől kezdve majd valószínű, hogy kell ezen engedni, és esetleg akadémistát, aki még csak ugye folyamatban van a diploma megszerzésében, azt is nagyon boldogan elfogadnánk, de most elég rossznak látszik a helyzet, hogy az is lehet, hogy még akadémistát se tudunk találni. Innentől kezdve elég sok forgatókönyv van, amivel én azért készülök, ezek a BCDE forgatókönyvek, hogy hogyan tudjuk megoldani, és szerintem nem kétséges, hogy valamilyen módon megoldjuk, lehet, hogy nem lesz a legideálisabb, de a gyerekek nem maradhatnak gazda nélkül, úgyhogy vagy valamilyen helyettesítéssel, vagy környező iskolákból áttanító kollégák meghívásával, vagy esetleg érettségizett tanárt kell keresni. Sajnos nagyon rossz a helyzet a tanárképzésben, nagyon rossz. Ezt mindenhol lehet hallani, hogy 2-3 éven belül itt óriási krachok lehetnek, és ennek már most mi érezzük az előszelét sajnos. Most a mi fuvolatanárunk csak időlegesen távozik fizetés nélküli szabadságra, tehát ő elvileg visszajön még másfél év múlva, illetve a jövőben, mondjuk jövő tanévtől már lehet, hogy lesz olyan stratégiánk, hogy meg tudjuk oldani ennél sokkal jobb megoldással is, de most ebben a tanévben, vagy ezen a nyáron egyelőre még nem tudtuk megoldani, de azért a tanításig tulajdonképpen van még egy hónap, tehát én azért nagyon bízom benne, nagyon sok vasat tartunk a tűzbe, rengeteg felületen és rengeteg ember megszólításával ez már 1000 felé kiment ez a hír, úgyhogy, és tudok is azért már folyamatokról, csak még sajnos végeredményről nem tudok beszámolni. A szaxofon tanárnőnk sajnos elmegy, Horváth Mónika, azt hiszem 18 évet tanít ott itt nálunk, és nagyon-nagyon szerettük őt, de annyit órával megterhelik a másik iskolájában, hogy amellett már nem tudja ellátni itt a szaxofonórákat. Úgyhogy az ő helyére egy nagyon aranyos zeniskolai szülő, mondhatom, jön tanítani, mert hogy ide járnak a gyerekei hozzánk, de egyébként meg egy kiváló szaxofonos és szaxofontanár. Úgyhogy Varga Borbálát köszönhetjük majd a szaxofontanár nőként. Károlyné Telek Judit félállásban marad itt, és félállásban átmegy a Vujicsics iskolába, Szentendrére, úgyhogy erre a helyre egy frissen ide a környékbe költöző kiváló gitártanár érkezik, Mayer Albert, úgyhogy őt is szerintem nagyon hamar meg fogják szeretni a gyerekek és a szülők. Illetve hát ennek a Menyhárt Mária fuvolatanárnőnek az állásának az 1/4-ére egy volt kolléganőnk, egy kiváló és nagyon aranyos tanárnő jön vissza, ő ugrott be, de ő csak ennyit tudott vállalni az egész állása mellett, tehát ő is így, hát úgy új, hogy ő régi, ő jó pár évet nem tanított itt, de most visszaköltöztek, és ő is itt lesz, úgyhogy jó kis csapat alakul. Krisztánovics Vera, igen, azt elfelejtett mondani. Őt régi növendékeink ismerhetik, mert itt tanított. 2007-ben ment el, talán valahogy 2002-től 2007-ig, vagy valahogy így tanított, és nagyon kiváló tanárnő, és nagyon aranyos ember. Kisebb munkálatok vannak csak hátra szeptemberig, valamint több oktatással, szervezéssel kapcsolatos intéznivaló, amin a háttérben dolgoznak a tanárok. A 2021-22-es jubileumi tanévben ünnepelni is szeretnének az iskola tanárai és diákjai. A tanároknak még egy picit azért lehet lazítani, bár hamarosan, majd 22-23-ai héten indul a
munka. Mi most így az iskola vezetésben ugye még azzal foglalkozunk a tanév indításával, illetve hát még egy csomó ilyen nyári karbantartási munkát is még intézünk, beszerzünk dolgokat tanteremárnyékoláshoz, sármentesítéshez, most éppen kavicsot terítünk itt a hátam mögött látható bejárat előtt, akkor csatornahálót intéz nekünk a tankerület, hogy ne szemetelje tele az a sok ágdarabka és levéldarabka a csatornát, és ne duguljon el. Ez sorolhatnám sok ilyen kisebb, nagyobb javítás. Ezek még zajlanak, és hát egyébként pedig már elkezdtünk gőzerővel készülni a programjainkra, főleg annál is inkább, hogy jubileumi évnek nézünk elébe, úgyhogy izgalmas lesz. Hát szervezés alatt van még, úgyhogy nem tudok mindent 100%-ig biztosra mondani, de az biztos, hogy jótékonysági koncert sorozatot, egy bérlet sorozatot fogunk hirdetni, csak ennek még egész pontosan az időpontjai és a szereplői azért még nincsenek lekötve, de természetesen a jelenlegi növendékek és tanárokon kívül régi növendékek, akik pályára mentek, őket szeretnénk meghívni, volt kollégáinkat, budakalászi meghívott vendégmű művészeket, akik itt nem tanítottak esetleg sosem, lehet, hogy nem is fognak, de tiszteljük őket, és szeretnénk, hogyha ezen a 25. jubileumi éven esetleg így is kapcsolódnának hozzánk. Ilyen terveink vannak, illetve szeretnénk esetleg, remélem összejön egy kiadványt létrehozni, jó lenne egy CD melléklettel, de ez majd ugye attól is függ, hogy milyen évünk lesz, tehát hogy mekkora lezárások lesznek, hogyan lehet ilyen munkákat és közösségi rendezvényeket, közösség, ugye a mi zeneiskolánk szempontjából nagyon fontos, nagyon hangsúlyos a kamarazenélés, hogy lehet-e majd kamarazenélni, együtt játszhatunk-e egyszerre, egy időben, egy helyszínen, sokan, tehát sok a kérdőjel, de tervek azok vannak. Jelenléti oktatásra készülnek minden intézményben a tanárok, így a Kalász Alapfokú Művészeti Iskolában is, ahol a növendékekkel több koncerten is szeretnének részt venni a pedagógusok. Végül a várható időjárásról. Szerdán a napos gomolyfelhős időben csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északnyugati szél élénk, erős marad. Hajnalban 8-17, napközben 22-28 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Pest megyei kormányhivatal. Folyamatos a 12-18 éves korosztály oltása és a harmadik vakcina beadása. Budakalászon több helyen is gondot okozott a nagy erejű széllel érkező vihar. Elsősorban a Sólyom és a Betlen Gábor utcában. Kelemen László plébános. Szent István ünnepére készül a helyi katolikus plébánia is. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász Ma. Híradóval legközelebb, szerda este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!